A padló lerakása és az utolsó helyiségek festése a hétvégére el is készül, és már csak a takarítás marad. A sportcsarnok energiaellátása működik, és szeptember 1-jéig, mire a bentlakó birkozók iskolába indulnak, minden kísérőelem működőképes lesz. Elindítottuk a technikai átvételnek a folyamatát is, ami szintén egy elég bonyolult történet, rengeteg papírológiát, hatalmas elvárásai vannak az adminisztrációnak a kivitelezők részére, úgyhogy birkozunk a feladattal. Nem azt mondom, hogy minden szegletében elégedett vagyok a dolognak, de ezt a körülményeket, ezeket nem lehet nem figyelembe venni. 26 fiú és 8 lány jelentkezővel kezdődhet el a munka, amennyiben a végső rangsort közzéteszi a Szerbiai Birkozó Szövetség szakmai bizottsága. Sok szempontot figyelembe veszünk, nem csak a birkozó sikereket, itt most legelsősorban talán inkább azt mondanám, hogy akiknek sikerült a környező iskolákba a felvételit bebiztosítani, azoknak fogunk egy kis előnyt biztosítani. Elég jól ki fogjuk tudni használni, azért mert lesznek új kellékeink, és a legfontosabb az szerintem az, hogy nem csak hazai versenyzőkkel, hanem remélem külföldi versenyzőkkel is tudunk edzeni, és így több tapasztalatot tudunk szerezni. Szerintem egy elég jó alapot tud adni mindenkinek, akár a kicsiknek, akár a nagyoknak is. Pancsováról is jelentkezett két fiatal, akiket a szülei a török kanizsai középiskolába írattak és felvételit is nyertek. Ezt sem fogják figyelmen kívül hagyni, tette hozzá Bálint Zoltán.